Megpróbálták eltüntetni a nyomát annak a beszélgetésnek, amelyben Donald Trump amerikai elnök megpróbálta rávenni Volodymyr Zelenszkij ukrán elnököt, hogy az ukrán hatóságok indítsanak vizsgálatot a demokrata elnökjelölt fia ellen. Ez derült ki az amerikai elnöki kabinet hírszerzésért felelős tagjának képviselőházi meghallgatásán. Ahogy mondtam, a feljelentés pontosan meghatározza azokat az állításokat, amiket vizsgálnunk kell. A feljelentésben több van, mint magában a rögzített telefonbeszélgetésben. Azt is állítja, hogy ezt a beszélgetést megpróbálták eltüntetni, olyan szerverekre helyezték át, amelyeket titkos akciók kommunikációjához, vagy más titkos szolgálati információk tárolására használnak, mondta a Hírszerzési Bizottság demokrata elnöke. Bár a Fehérház nyilvánosságra hozta a telefonbeszélgetés leíratát, amiből pontosan kiderül minden, Donald Trump folyamatosan tagad és a demokratákat szídja. Ez szégyen az egész országnak. Még egy boszorkányüldözés, ez van. Adam Schiff és csapata kitalálnak történeteket, és csak ülnek jámboran. Bárminek is akarják nevezni, ez szégyen, borzasztó az országnak. Nem tudnak mit csinálni, teljesen lefagytak. A demokraták el fogják veszíteni a választást, és ezt tudják, éppen ezért csinálják ezt, mondta Donald Trump. A Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök és az amerikai elnök közötti telefonbeszélgetés leírata alapján a demokrata párt képviselői alkotmányos vádeljárást kezdeményeztek Donald Trump ellen, amelyet a képviselőház demokrata többsége támogatott.